Üdvözlünk minden kedves alapjárat nézőt, a mai műsorban az új Hiluxot fogjuk megmutatni nektek, és abból is az erősebbik változatot, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. De mielőtt bármit is elmondanánk, szeretnék megkérni mindenkit, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, lájkoljon minket a Facebookon, és kövessen az Instagramon. Nézzük, lássuk, micsoda is maga a Hilux, ami 1968-ban jelent meg először Japánban a piacon. Akkoriban még rövid tengelytávval volt elérhető, de a Toyota hamar ráébredt, hogy ebből bizony hosszú verzió is kell, úgyhogy 68-69-ben gyorsan kijött a hosszú tengelytávas verzió is belőle. Egyébként a 80-as években volt belőle olyan kiadás is, ami a Hilux Surf nevet, vagy a Forerunnert viselte, ami szerintem sokkal inkább hasonlított már egy ilyen bazinai csomagteres SUV-re, mint pick-upra, de azért hát egy folyamatosan állandóan beburkolt pick-up hátsóval ellátott autó volt a 80-as években, például a Hilux. És mostanra, 2020-ra, illetve 21-re jutottunk el odáig, hogy a 8. generáció faceliftjébe sikerül most beleüldögélnünk. Egyéb iránt a Hilux a nevét arról kapta, hogy High Luxury, ezt a két szót így összemosták, és ebből lett a Hilux, amit én speciál nem értek, mert a Toyotának van ennél prémiumabb autója, és volt is mindig is, de Ádám felvilágosított, hogy szerinte ez azért van így, mert hogy... Mert hogy ugyebár a teherautók között nevezhetnénk luxusnak a felszereltségét, bár talán ez annyira nem állja meg a helyét, közben rájöttem, hogy mi lesz itt a trükk benne, magasan ülünk. Hát az biztos, de hogy nem luxi, az is tudni. Azért vesznek Hiluxot az emberek, mert gyakorlatilag a legmegbízhatóbb európai pick-upról beszélünk. Számtalanszor bizonyította, hogy mennyire strapapíró műszaki szempontból az autó, hogy mennyire jól lehet használni és mennyire jó társ az utakon. Más kérdés, hogy a korrózió az ugye, mint a japán autóknál általában ugye Hiluxnál sem volt annyira a legkönnyebben emészthető dolog, és emiatt elfogytak. De technikailag a mai napig mennek, és a mai napig egy 25-30 éves Hilux az ilyen 1,5-2 millió forint. Igen, és egyébként hát az újak is jól pörögnek, nem csak a régiek, amik viszonylag elérhető áron jó autók, ugyanis 2020-ban 1436 darab Hiluxot értékesítettek és helyeztek forgalomba Magyarországon, ami ha azt veszük, hogy 10 millióan vagyunk, nagyon jó szám. Ilyen ez, amikor egy autógyártó nem a csillivillit akarja eladni a munkás embereknek, meg azoknak, akik dolgozni szeretnének, hanem egyszerűen ott van bevésbe a paket, hogy én már évtizedek, sőt már egy fél évszázada én vagyok a legjobb. Igen. Miért vennél mást? Így van. És hogy mindezt azért alátámassza a gyártó, hogyha valaki szkeptikus lenne, annyiféle céges támogatás és MNB program, és kisvállalkozóknak, középvállalkozóknak, nagyvállalkozóknak, egyszerűen mindenkinek is ajánlják a Hiluxot, és mindenki kaphat rá valamilyen fajta kedvezményt, aminek a részleteit egyébként megtaláljátok a Toyotának az árlistájában. Készüljetek fel, mert tényleg annyi van, hogy össze lehet kavarodni azon, hogy most akkor melyik kedvezmény is jár nekem, és melyik nem. Minden esetre akár 7 millió 700 ezer forintért is megvásárolhatjátok, bár gondolom ehhez azért elég sok mindennek meg kell felelni, de hogy így 7 millió 7 ér egy ekkora autót megvenni. Ez nettó vagy bruttó? Ez egy nettó ár. Igen, arra szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy nettó árakról beszélünk, és a bruttó árak minden esetben körülbelül 2 millió forinttal dobják meg a végösszeget. Igen, de nyilván aki ilyen autót vesz, az cégre fogja venni. Így van, és vissza tudja igényelni. Azt azért gyorsan így a mérleg szempontjából fontos megemlíteni, hogy nyilvánvalóan a Ford nem véletlen lett piacvezető, tehát hogy a céges ajánlatok és a különböző flotta kedvezmények azok azért elég jó irányt vettek ott. És emiatt ez egy nagyon jó kocsi volt, és egy nagyon, nagyon jó értékű autónak számít a mai napig. Tehát itt azért nagy verseny van. Mi most a 2.8-as Invincible Toyota Hiluxban ülünk, ami a legmagasabb felszereltség, és hát ennek az ára 15 millió 36.800 forint, ahogy így a konfigurátorral összedobálgattam, hogy mennyibe kerül. Igen, nem olcsó,
de persze ez nem a kedvezményes ár, tehát ebből még így le lehet faragni, hogyha ez az a maz vagy. Egyen meg a Toyota-jéket, most megint ugyanabban vagyok, mint amiben a RAV4-nél voltam, hogy mi az Istennek árasztak túl ennyire egy ilyen dolgot. Mert most megint ott tartunk, hogy 15 millió forint környékén meg lehet kapni a Ranger Raptort. Hagyjuk, hogy az milyen műszaki állapotban lehet majd egy 5 év múlva azzal a motorral, ami benne van. Most rohadt jó, és lehet, hogy jó is lesz, nem tudjuk. A lényeg, ami lényeg az, hogy az egy nagyon durva utazóautó, és az tényleg egy olyan kocsi, amit az ember megvesz azért, hogy kényelmesen közlekedjen vele, nem csak azért, hogy dolgozzon. Ez igen, egy igazi munkásautó. De azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez az Invincible, ez csak a konfigurátor szerint, tehát az Invincible-nek a kezdő ára az 11.440.000 forint. Ez a, amiről tudtam, hogy már benne van az autóban, és tudja, és rajta van, és szuper csúcs, az a 15 milkós, de hogy egyébként 11,5-ért is meg lehet venni már egy legmagasabb felszereltségi csomagban ezt az autót. Lehet venni Ssangyong Rangusot nagyon felszerelve, meg Navarát nagyon fancybe felszerelve, a D-Maxot még nem tudom, hogy mennyire van felszerelve, de lehet venni Raptort is, na az már nem csak felszerelve van, hanem azért ott van más technika is, ami király, de hogyha valaki egy ilyen terepen merevedős terepjárót akar, ami ki lehet takarítani könnyen, és árkombokron átmegy, és sosem áll meg, és Hiluxot akar venni, mert annak van történelme, akkor Invincible Hilux. Akkor elengedi azt a sok bőr szit szart, ami a többibe van. Szóval ja. A lényeg, ami lényeg az az, hogy a nagyon jól felszerelt Hilux sem annyira durván jól felszerelt, és igazából az ember nem esik hasra tőle, nem tartom észszerűnek megvenni a nagyon felszerelt Hiluxot. Hát jó, mondjuk igazából, ha azt veszük, hogy a Toyota autóiban ugye már alapfelszereltségként van egy csomó biztonsági cucc, meg hát azért így a vezetéssegítő rendszerek is majdnem, hogy mindegyik alapból benne van. Ettől függetlenül azért el kell mondani, hogy itt Invincible felszereltségem már azért még az extra is egy kicsit extra, mert nem csak holtérfigyelő van például, hanem keresztirányú forgalomfigyelő, illetve gyalogos biciklist védőrendszer, tehát hogy itt azért vannak ilyen apró finomságok, de a lényegi részek, mint mondjuk egy ilyen, hogy sávelhagyásra figyelmeztetés, meg vészfékezés, ezeket már az alapfelszereltségű Toyoták is tudják. Van egy nem túl nagy 8-szoros infotainment kijelzőnk, az is ilyen, hát ennek is egy kicsit olyan érzete van, hogy mintha egy tabletet ide beintegráltak volna gyorsan, hogy legyen itt valami. Egyébként a JBL-nek a terméke, ugyanaz a Toyota Touch 2 fut rajta, mint az összes Toyotában. Úgyhogy tulajdonképpen, hát én szerintem a Hilux Max felszereltsége az egy Toyota Corolla közepe. Igen, úgy kényelemben megérzetre. Ez a Toyota Touch 2 rendszer, meg ez a kijelző, ez számomra még mindig nem tudom befogadni. Tehát, hogy ennél lényegesen előrébb tart a technika, és sokkal szebb dolgokat lehet csinálni olcsón. Értem, hogy a Toyota a gazdaságosság csúcsa és persze a profit királya. De lehetne jobb, és lehetne szebb. Nézzük akkor, hogy mi hajtsa. Értjük mi, hogy gőzgép, de mi hajtsa. Egy 2.8-as, 4 hengeres. Sírok, 4 henger, 2.8. Hát miért a Pajero-ban 3.2 henger? Jó, hát persze, igen, csak hogy olyan... Hát tudja az ember már, hogy egy 2,8 literes motornál majd gondolkodik, hogy lehet, hogy elférne ott még 2 henger egy ekkora jutatalommal. Ami egyébként is durva, mert ugye ez a dupla kabinos Invincible felszereltséges extrázott Hilux több mint 2300 kiló, amiben nagyon sok. Tehát, hogy így egy igazi tehén számszerűsítve 204 lóerő, és ami tök mindegy, de tényleg tök mindegy ennél az autónál, hogy hány lóerő, hanem hogy hány newtonméter, mert abból bizony 500 van neki. Hát a mi gyerekek megmozdítja ezt a közel 2,5 tonnát. Igen, és egyébként így végre a Toyota is beért a sorba, mert borzalmasan el volt maradva a többiekhez képest, ahol ugye voltak a 210 lóerős Ranger Raptorok, meg a 180 akárhány lóerős Isuzu D-Maxok, igen, meg a Ssangyong is 200 lóerő környékén volt, meg ugye a Navarából is volt 180 igen akárhány lovas, tehát volt ilyen igazi vagizós, szágúdozós utcai kocsi is belőle, Toyotának meg nem volt. Cserébe többet fogyaszt. Hát erre elég sok adatot találtam, hogy mennyit fogyaszt, de annyira nagy volt a szórás, hogy úgy döntöttem, hogy nem is akarok ilyen gyári és mindenféle adatokkal dobálózni nektek, hanem így fogom magam és leolvasom. 11,7 liter a fogyasztása ennek az autónak, úgyhogy Ádám az éverette vele földúton is, autópályázott is vele, én városban használtam pár napig, tehát ez egy nagyon vegyes
Hát ez úgy volt, hogy közvetlen utánad a városi használat után én kivittem, mentem 60 km telepen, akkor fölkúszott olyan 17 környékére, és az elmúlt, mit tudom én, 4 napnyi kocsikázással sikerült levinni 11 hétre. Uh-huh. De ez is csak város, tehát amúgy alapvetően nem annyira vészesen sok a fogyasztás, de most igen, nekem is, amikor hozzám került, akkor is ilyen 10-11 liter között ingázott, tehát ezt így elmondhatjuk, hogy 10 liter fölött eszik, de nem sokkal. 100 kilométeres átlagot nézve vegyes fogyasztásnál. Én konkrétan föllépek az autóba, tehát nem tudok úgy beszállni, hogy csak így beemelem a fenekemet, hanem föl kell lépjek a küszöbre, az Invincible küszöbre. Ó, mert hogy van? Igen. Fellépések küszöb, amit a terepesek utálnak, mert az az első, ami felakad. Aki félti az autóját, az szereti, mert legalább nem a küszöböt vered le. Én meg örültem, hogy be tudok mászni viszonylag kultúrált mozgásra az autóba, mert kifelé akár ugorhatok is, hogy hopp! Igen. Mert hogy bár hosszába tudja ezt az 5,2-3 métert, amit a többiek, így széltébe is 1,8 körülbelül az autó szélessége, mint a többieknek, nagyjából a magassága gyanús, mert az már 1,9, ott egy kicsit magasabb, mint a többiek. Igen. És ott viszont képbe jön az, hogy miért van ez, hát azért, mert hogy ugyebár a hasmagassága is magasabb. Hát míg a többieknél ez a 23-24 centis hasmagasság az átlagos, igen, ennél az autónál ez 29, majdnem 30 centis hasmagasságról beszélünk, és itt rögtön én fényt is láttam azzal kapcsolatban, hogy miért volt olyan baromi egyszerű végigmenni azon az úton, amin szoktunk menni ezekkel az autókkal, mert hogy sehol nem ért le az alja. Igen. Egyébként van egy 6,7 sugarú fordulókörünk, 6,7 méter, az ugye egy 13,4-es teljes fordulókör átmérő, ami hát az autó méreteiből adódóan szerintem tök jó. Vagyis nekem nem okozott gondot vele sem a parkolás, sem a városi közlekedés. Jól manőverezhető a kocsi, de tényleg most itt Ádám tud mesélni arról, hogy milyen volt, mert ő használta ott, ahol használni kell egy ilyet. Hát is adom neki a szót ezennel, hogy mesélje szépen, hogy milyen volt terepen használni. Hát, illetve a felfüggesztések. Igen, összetett a dolog, mert most előre is bocsánatot kérek azoktól, akik ezt tehergépjárműnek veszik, mert nem tudtam levérni azt, hogy a 1 tonnás raktér, amit 1 tonnáig lehet pakolni, az valóban pakolható 1 tonnáig, és hogy viselkedik az autó megpakolva. Viszont cserébe kivittem terepre azoknak, akik esetleg amúgy kivinnék terepre, mert élvezik. Szóval az van, hogy ezekkel a gyári kukagumikkal is igazából tök jól el lehetett közlekedni. Nem túl sok minta van rajtuk, de ettől függetlenül ilyen saras nyálkás időben is elment bárhol, nem volt vele semmilyen gond. Mentünk mélyvízbe is, jól le is átlóztuk. Arról van vágókép, úgyhogy majd látjátok. Már szinte majdnem megborult az autó, nagyon jól nézett ki. Hátul van valamilyen önzáró differenciálműnk, ami egyébként elektronikusan felülvezérelt, és hogyha elkezd csúszni az autó keresztbe, akkor leold. Tehát ugye vigyáz ránk az autó, ezt a Navaránál is nagyon utáltam, mert tök jól lehetett volna vele keresztbe menni. Na mindegy. A lényeg az, hogy nagyon okos az elektronika, mert tök jól felvitt egy csomó helyre, és egy csomó helyen nem kellett összkereket kapcsolni az autón, mert egy konkrétan hátsó kerékből is eljátszott, és ahol úgy tűnt, hogy jaj, na most el fogok akadni, vagy valamilyen rossz fog történni, igazából ott is kirúgdosta magát az autó az elakadásból, és tök jól tovább lehetett vele menni. Úgyhogy le a kalappal, tényleg a menetsáv is teljesen jól működött, és okosan. Érdekes része a dolognak az volt, hogy ugyebár ez elvileg egy erős autó, mert hogy itt ezzel a 200 lóval beértünk a erős középkategóriás pick-upok mezőnyébe itt Európában, viszont szerintem a teljesítményi érzet az sehol sincs a többiekhez képest. Tehát annyira nem nagy gyorsuló az autó, nem egy gyorsuló bajnok, viszont mondjuk egy Ranger Raptorhoz képest, de akár a Sangyonghoz képest is, az valahogy jobban ment lent. Viszont érdekes módon autópálya tempónál ilyen 100 és 130 közt elképesztően dinamikus, tehát teljesen tök mindegy, hogy közlekedsz, mindenkit ki tudsz előzni vele, és vissza tudsz lassulni, el tudsz indulni, emelkedőn is fölvisz. Tehát nyilván megpakolva, és hogyha terhet kell húzni, akkor azért az elég jól jön ez a plusz teljesítmény. Nem mellesleg, van egy Eco és egy Power gombunk itt mellettünk, amivel lehet kapcsolni vetni a különböző vezetési üzemmódokat, amire először azt hittem, hogy simán, illetve lehetséges, még valójában most is lehetséges, hogy ez így van, hogy csak gázreakciót állít, viszont valahogy úgy csinálja ezt a gázreakció állítást, hogy én úgy éreztem, hogy rendesen erősebb az autó, tehát sokkal nagyobb teljesítményt ad le, viszont eléggé megszalad a fogyasztás, mert hogy nézegettem power gombba használva, azért úgy igen gyorsan elkezdett 12 liter környékére kúszni az autó. Eco módban viszont nagyon szépen lehet lefele vinni a fogyasztást, és igazából a városi közlekedésre nem is kell majd más. Nem tudtam elakadni vele! Tehát azért volt egy-két nagyon durva sár, iszonyatos nagy átléptetés, meg volt egy-két olyan rész is, ahol azért már úgy
erősen úgy éreztem, hogy le fog érni az alja, de nem ért le és nem akadt el. Nehéz az autó, letapasztja a kerekeket, borzalmasan nagyot tudnak kifele nyúlni a kerekek, ezért mindig leérnek, és tulajdonképpen tök jól el lehetett menni vele bárhol. Van egy másik nagyon tök jó funkció, amit imádtam, mert valamilyen ok folytán áprilisban marha hideg volt, pont akkor, amikor forgattunk ezzel az autóval, és ki tudtam próbálni a heat funkciót, amivel az autó felmelegíti magát, magasabb fordulaton tartja a motort, amíg még hideg, és így gyorsabban bemelegszik az autó. És ez egy tényleg tök jó használható dolog, tökre örültem neki, mert nem kellett bemennem a munkáig ahhoz, hogy elkezdjen fűteni az autó, hanem, vagy a munkáim addig, hogy elkezdjen fűteni az autó, hanem már fűtött rögtön az elején is. A 4-hengeres 2.8-as motor az olyan klasszikusan Toyota-sen üvöltően csapogó dízel, tehát hidegen olyan hangja van, hogy az valami elképesztő, melegen viszont úgy eltűnik a hangja, hogy van, hogy nem veszed észre, hogy jár a motor. Annyira jól össze van szerelve a futómű, hogy egyrészt semmilyen hangja nincsen, nem kopog, nem csattog, nem zörög, nem érzed azt, hogy elfogyott a rugóút és bekoppan a kerék, hanem úgy szépen elfogy. Ahogy nyúlik az autó, nincs semmilyen kotyogás vagy semmilyen illesztési problémát nem érzékelsz az autón. És ugyanez van a beltéren, és ott sem zörögnek a műanyagok. Ezért szerintem ez egy tartós autó lesz, ami igazából valószínűleg jól fogja továbbvinni a Hilux hírnevet. Háromszögeljük az autót, nagyon jól látszik, hogy nullát nyúlik a karosszéria. Nem csavarodik, borzalmasan merev az egész, ettől mondjuk menet közben rettentően pattogós érzésű, és elég hangos is az autó, de egyáltalán nincsen csavarodás, és érződik azt, hogy nagyon merev, majdnem olyan merev, mint mondjuk a Ranger Raptor, ami azért volt kimerevítve, mert borzalmasan gyorsan lehet menni vele terepen, és az úgy jó, meg úgy biztonságos. A lényeg az, hogy van benne anyag, és rohadt jó kocsi. Szeretjük! Hiluxot mindenkinek! Már abban az esetben, hogyha az ember őségi megbízható autót akar, de hogyha a luxusra vágyik, és azért kell a pick-up, hogy leszámoljuk az áfát, meg elszámoljuk az üzemanyagot, akkor ez egy Samyungba is elgondolkodnék, mert az meg borzalmasan kényelmes. Ok. Ennyi. És az L200 a legszebb, szerintem. Tudom, hogy ronda, tudom, hogy fura, és tudom, hogy igazából egy kicsit még megosztó is, de szerintem az a legszebb. De a Hilux is nagyon jó. Úgyhogy ezennel most, hogy már a kiskutya is unja a banán szemmel láthatóan, el is köszönünk tőletek. Ez lett volna a Hilux lassú-gyors bemutatása részünkről. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket a Facebookon, és kövessetek az Instagramon. Pa 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 pa! CDH. Mindenünk az autód.